Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten vendégünk, új és régi vendégünk, Bat, azaz Balog Attila, aki minden hálózatok atya, na jó nem, kérte, hogy így ne konferáljam föl, de nem tudtam kihagyni, tulajdonképpen imád a mikrotik eszközökbe turkálni, többek között, meg hát széles rálátása van azért mindenféle hálózati megoldásra, köztük az 5G-re is akár, a mikrotik routerekre, IP hálózatokra, mi egymásra, hát ugye találkozhattatok már vele, az előző adásokban, a Network Deep Dive-okban, valamint a Mikrotik Router test sorozatban is velünk volt már. Ez így van. Így így. És hát most szét fogjuk szedni az új Mikrotik 5G-s routert. Mi a véleményed erről? Mi az első, amikor megjelent, és az el, először átküldtem neked ugye a spec akkor mi volt az első véleményed? Hát először a nevén lepődtem meg, mert ilyen satú, ez kastély, vagy valami Bár, vagy... Nem, az bor, nem? Valamelyik bornak, borokat hívják satónak. Tehát nem az 5 g volt az első sató. Igen, igen, a kialakítás adja szerintem, hogy ez ilyen furcsa, ilyen vertikális kialakítás, igen. hogy kicsit lehet már rajta, rajta látni, hogy ez a konzumer piacot sokkal inkább célozza, tehát olyan, olyan um, elemeket találunk rajta, mint mondjuk a hátul lévő USB port, meg ez a függőleges kialakítás, a nagyobb nyuszi fül antennák, hogy látszódja, hogy honnan jön a jel. Igen. Uh, ez mind, mind tapasztalható más gyártóknál is, meg hát ez már nem az a szögletes um, Viszpektről környé, füstjelzőt. Abszolút. Um, maga a termék az egy nagyon jól összerakott dolog, ugyanakkor egy kicsit nekem ilyen, ilyen, ilyen kettős érzésem van vele. Egyrészt van benne ugye az 5G, amitől azt mondjuk, hogy ez nagyon jó, meg nagyon gyors, hiszen a mobil hálózaton keresztül nagyon komoly sávszereséget is el tudunk érni, bizonyos ideális esetekben. Uh, ugyanakkor a Wi-Fi oldalon viszont sajnos vannak limitációnk ebben az eszközben, hiszen az az új Uh, Wi-Fi Wave 2 package, ami, amitől nagyon jól megy a, 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 az új generációs ARM processzoros mikrotik, ezen sajnos nem nagyon néz ki, hogy fog működni, mert túl kevés flash van benne. Oh. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy olyan gigantikusan nagy Wi-Fi sebességeket nem fogunk rajta látni, de hát egy pár száz megabitet még így is el lehet érni, és egyáltalán nem biztos, hogy az nekünk kevés. Wi-Fi 5-ös, ugye? Wifi 5, ez abszolút egy Wi-Fi 5-ös eszköz. Igen. Tehát alapvetően otthoni felhasználásra, ugye a mó Mo azért az, én nem tudom mikor lehet azt otthon kimérni, lehet, hogy majd arról egy külön adást, hogy a mumájmó, Mo, ami ugye minden adatlapon nagy betűkkel kötelezően rajta kell legyen, ami támogatja, hogy annak valójában mennyi haszna van mondjuk otthoni környezetben, de mondjuk hát, a Mo nak van? kérdés, hogy van-e? Van? -e? van? Milyen, milyen, irányban? Ugye a Mo, a Wi-Fi 5-ben is elvileg benne van, most hogy a mikrotik implementációban nem működik az alapesetben, az, az egy dolog. A, de a downstream mumájmó önmagában az hát olyan, olyan félig. Tehát Igen. akkor lenne jó igazából, ha is hogy ez irányba is működni, és az a Wi-Fi 6 van már meg a, az eszközökben, ez meg egy Wi-Fi 5 Igen. eszköz. Igen, de ott is egyébként, hogyha megnézitek a Wi-Fi 6-os adást, akkor ott is ott, tehát a szabályban sem egyértelmű, hogy a fel meg a leirány támogatásának a megléte nem kötelező AP és kliens oldalon ahhoz, hogy megkapja a Wi-Fi 6-os badget, ez egy másik adás komplet témája, de mindegy. A lényeg, hogy otthoni routernek szánták ezt az ügyet. Emlékszem rá, hogy az volt a legnagyobb szívfájdalmad, amikor először beszéltünk erről, hogy miért nem kültéri. Hát bizony. Hát ha egy 5G-s routerünk van, akkor azok jellemzően, hát az 5G-ről azt érdemes tudni, hogy hogy a nagyobb sávszélességet azt a magaslaságokban tudja elérni. De az az 3,5 GHz. 3,5 ghz nagyobb spektrum rendelkezés, rendelkezésre, tényleg komoly sebességet el lehet már érni. a milliméter vévődgéről még ne is beszéljünk, de az ugye csak a, a túloldalon, a tengernek a túloldalán van, a rosszabbik oldalán. Um, ez pedig egy beltéri eszköz, és a beltérben nem nagyon tudunk igazán jó 5 g lefedettséget csinálni, ha csak nincsen beltéri 5G bázisállomásunk. Tehát De hát ha meg az van, ott nem biztos, hogy szeretnénk külön egy rútát használni erre. Igen, ugye az tudva lévő, hogy ahogy megyünk fölfel a frekvenciában, és ugye a mobil sávok azok 1800-2100 mhz mennek, az utóbbi években volt ez ugye lejjebb is, meg van is lejjebb van is. Lejjebb is de, de ugye a, az 5G sáv, ami igazi előnyt adja, Attila, mi? az a 3,5 gigás sáv. Na most ez minél magasabbra megyünk frekvenciába, annál kevésbé fog terjedni, ergo a köztes terepakadályok, falak, ablakok, üvegek, egyebek, azok annál jobban degradálni fogják a jelszintünket, ergo az áldatátviteli képességünket is. Egyet. Tehát bent, a beltérben biztosan rosszabb vételi viszonyaink vannak, mint hogyha ezt kültérbe tennénk, nyilván a kültéri eszköz viszont nem tud igazából konszumer eszköz lenni, hiszen a kültéri eszköz valamilyen szakembernek kell megfelelően elhelyezni, célszerűen fölfúrni a falra, ami ilyen szerszámokat használhat, és is föl kell a tetőre, vagy valahogy a, be kell jutni, vagy nem tudom, tehát hogy igen, az egy másik. Ügy. Valahogy be kell jutni beltérbe, tehát azt jellemzően a kábellel szokták megcsinálni, az ugye fúrást jelentett. Ez azért komoly kihívás, és végül is az 5G ígéretei között az az volt, hogy az ember abszolút vezeték nélküli váhat vele, hiszen csak leelhelyező a szoba közepére az ő a eszközét, ami vezeték nélkül kapcsolódik a, a mobil broadband hálózathoz, és a beltérben pedig a szuper nagysebességű hit szórja szét, és minden eszköz gigabit közeli sávszélességgel tud csatlakozni a, az internethez. Igen. Egyébként azt gondolom, hogy amennyire ugye az 5G-t a marketingesek és tudom, vezetik, irányítják. Annyira ez a termék ennek a lenyomata, nem? Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy, hogy a mérnöki oldalról, ha vizsgáljuk, akkor ugye ezek a kérdések merülnek fel bennünk, hogy tök jó, hogy három és feles, és tök jó, hogy elméletileg nagy sebességet tud, de be kell rakjuk a lakásba ezt a terméket, akkor már ugye nem lesz olyan adatátvitel, amit ugye elvárunk a marketing bulletineken. Biztosan sok faházban van fog működni, így van. A könnyű szerkezetes házak építőinek, a szövetségének akkor ajánljuk a terméket. Visszatérve, tehát, vagy komolyra fordítva a szót. Viszont mégis az első termék pont ennek a jegyében született egy beltéri termék. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez az igény lehet, hogy a szolgáltatók irányából jött, Biztos vagyok benne. Egyébként egy nagyon jó minőségű modem van benne, rengeteg sávot támogat, tehát az, hogy most Magyarországon az 5G-nek a helyzete az olyan, amilyen, az nem jelenti azt, hogy az egész világon olyan. Tehát vannak olyan országok, ahol mondjuk több sávban tudnak a szolgáltatók elindulni, és ennek megfelelően van a, a benne lévő modem, az szinte az egész világon tudna működni. Tehát ez, a, ez az egész piac ez majd valószínűleg egy ilyen görbén fel fog szállni, és majd lesznek ennek mindenféle pozitív dolgai, és igenis lehet ezt majd értelmesen is használni. Uh -huh. Per pillanat ez egy érdekes kombináció, az első piacra lépő eszköze a mikrotiknek az 5G-s piacon. Előve, hát, bejelentették először, ez érdekes. előve bejelentették először, hogy ezresével lehet csak rendelni. Igen, ami a mikrotikre nem jellemző meg kell a mobil szolgáltatót, hogy kinek szállítunk, mert akkor onta fogva az egy ilyen projektvédelem alatt áll, ami szintén nem jellemző a mikrotikre, szóval tök furcsán látszik, hogy nem érzik ők magukat otthon ebben a dologban. Most meg már egyébként lehet rendelni a terméket, tehát hogy most akarunk egyet-kettőt, akkor is lehet kérni. Igen, ezt így, így, megpróbálják felfedezni valószínűleg, hogy ez az egész hogyan, hogyan reagál a piac erre a termékre, milyen lesz a felhasználása. Ilyen volt lényegében az audience, és az is már a, a tipikusan a konzumer piacok célozta, és ugye abban is már uh, szerepelt ez a LTE hatta a kombinált uh -huh. változat, ami ilyen nagyon vezeték nélküli, nagyon letisztult design, még a kábel is fehér, hogy ne látszódjon a fehér asztalon. Igen. Már és, meg jól is néz ki tényleg, mint egy váza. Igen, igen. És az is már ilyen vertikálisabb kialakítás, ami azért feltételezem azért használ mondjuk annak, hogy hogyan tudjuk elhelyezni az antennákat egymásra. A nagy antennákat, minél nagyobbokat lehet vele, igen. Ami érdekes ezen az eszközön, hogy itt a hátulján vannak még további jugot. Igen, antenna lehetőség. Tehát ez nekem azt mondja, hogy elképzelhető, hogy ennek lesz majd egy nagyobb testvére, ami ilyen, nem tudom, nem, nyúl négy füllel, már több, akár egy 4 x 4 is el lehet képzelni benne. Tehát a mikrotikra azért jellemző, hogy amikor egy új formfaktorral megjelennek, akkor megpróbálnak egy csomó minden dolgot még egyébként beleálmodni, Igen. és azok úgy az időben megjelennek. Olyan mélyen nem látunk bele a mikrotik fejlesztésekbe, hogy azt egyértelműen megmondhatnánk, hogy mire lesznek jók ezek a nyílások az eszköznek a hátulján, de hát azért azt lemerném fogadni, hogy valamiféle vezeték nélküli kommunikációról lesz itt szó. Bizony. Ja, a HAP hab, három esetén, legalábbis abból a nem LTS változat esetén, viszont már örülhetünk, hisz ez a Wi-Fi 2-es teszt változatnak az egyik zászlós hajója. tehát ott már, ott már a, teljes Wi-Fi 5 feature setet tudjuk használni, nagyon-nagyon jó eredményeket lehet azzal az eszközzel elérni, tehát ott, ott, nagyon komoly 100 megabiteket lehet vérni a, a wi fi keresztül, ami mindenképpen pozitív dolog. azt lehet látni, hogy a, a Wi-Fi 5-ös driverében, a Wi-Fi Wave 2 package, hogyha valaki kellően bátor ahhoz, hogy ilyen bétás router 7-es változatot futtasson a kedvenc routerén, és ennek minden fájdalmát viselje a, a bizonyos pillanatokban, az ki tudja ezt próbálni, és azt boncolgatva azért lehet érdekes dolgokat tenni, tehát a MikroTik az komolyan dolgozik azon, hogy mindenféle egyéb komolyabb wifi eszközök is megjelenjenek. A komolyabban olyan, olyanokat értek, hogy a qualcomm akár 8x8-as, vagy 12x12-es es wifi rádiói is ben vannak a driverben, legalábbis a nyomok ott vannak. Hát akkor ők kísérleteznek vele házon. Kísérleteznek, és és nyíltan is elmondták, hogy ez a Wi-Fi Wave 2 package, az most küzd bizonyos korlátokkal, vannak nagyon komoly hardware követelményei, csak limitált rádiókat támogat a meglévő mikrotik range-ből, ráadásul még pluszba kell, hogy valamennyi memória és valamennyi flash is legyen szabadon az eszközön, különben föl sem tudjuk installálni, de ez majd a jövőbeli termékeknek lesz a, uh -huh. a Wi-Fi drivere. És hát én azt mondanám, hogy AX nyomok is tapasztalhatók benne valahol. Na, akkor végre a MikroTik rágyúr a wi Aminek egyébként egy jó jele az is, hogy ugye az FCC-nél engedélyezés alatt van a CAPAC XL, ami, hát én mindig szittem a MikroTiket amiatt, hogy a klasszikusan A építendő AP-kból nagyon gyenge felhozatallal rendelkezik. Tehát van neki ugye három modellje, amíg más gyártóknak, Ubiquitinek, Kambiumnak, Arubának, Cisco-nak számtalan. A Mikrotik, Igen. és a Mikrotikből egyébként nagyon jól mennek ezek a termékek, nagyon jó is az árpontjuk, de, de nagyon kevésnek tartottam a kínálatot. Tehát eleve gyenge antennák, gyenge felépítés, nincs sokszor sokas rádió, 8 x nem tudom mi. Na most jön az XL, ami azért legalább egy, egy ö, olyan nem is tudom, hiányosságot befoltoz, hogy nem voltak úgynevezett long-range, ugye a nél long-range-nek hívják ezeket a szériákat, tehát nagyobb antennával megáldott, de még mindig álménzetre rögzítendő AP-k. Mit találtunk az FCC-nél? Hát ez az XL, ez öm, minden esetre nagyobb, tehát a, 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 a sima CAP-AC, ami egy ilyen 13 centis átmérőjű kör, ehelyett ez egy 19 cm átmérő kör, tehát erre hogy 30%-kal nagyobb, uh -huh. 60 mm-re nagyobb bá, Nem egy át marketingesbe. <laughs> De a, 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 az igazi különbség az, hogy a, a cap a nagyon kompakt kialakítása, meg a nagyon cuki, kicserélhető alakja, az kb igényelte azt, hogy a wifi antennákat azt mindenféle okult formában a magára Aha. a baseboardra. Itt most már különálló antennáink vannak, a különálló antennákat szépen abban a 19 cm átmérőjű körben elhelyezték, úgy egymástól lehet, lehet távolabban. szeparálni. Így Pontosan. Van. Ettől már eleve azért jobb performanciát fogunk tudni válni, még annak ellenére is, hogy maga a, a, a wireless uh, system megoldás az ugyanaz. A wifi rádió is ugyanaz benne. Lényegében nagyon kritikus különbség a két eszköz között nem is fedezhető fel. Igazából a méret és az antennák, de itt most a méret lesz valószínűleg a lényeg. Igen, tehát láthattuk, hogy ugyanúgy két lamportos dologról beszélünk, ami gigabites, poe útja van, mint ugye a kapácénak. Ami azért egy kellemes szolgáltatás. Igen, hogyha chain-elünk AP-ket, akkor ennek, ennek van haszna. Ezen kívül pedig annyit Derítettünk még ki, hogy ugye a teszt reportból az jött le, hogy a maximum antenna nyereség az 5,5 dB volt. Plusz 3. A réginél ez úgy nézett ki, hogy 2, 5 gigán és 2,5 dB 2,4 gigán. Itt most nem tudjuk, hogy mennyi 5 gigán, de azt tudjuk, hogy a nagyobbik antenna volt 5,5 dB, tehát az lehetett ugye a 2,4-es. És ért a nyereségünk van? Igen, az, az nagyon sok. Tehát ez több mint dupláját adja nyereségben, biztos, hogy sokkal jobb lefedettséget fogunk tudni vele csinálni, de ugyanúgy kétszer kettes maradt a rádiónk, tehát teljesítményben meg egyébekben nem fogunk többet tudni kapni tőle, az biztos. Design tekintetében nem sikerült egy, egy ilyesfajta terméket letenni az asztalra, én, én inkább megint egy ilyen füstérzékelőre. Igen, leginkább arra <laughs> hajaz. Egy jó nagy megtermett füstérzékelő. Robot Régi szíruszápék. Régi szíruszápék nincs igen, igen, ilyen gyönyörű. Mindenképpen egy ilyen, egy ilyen old-school old dizájnnal van a dolgunk, nem ilyen, nem ilyen szép csinos. Mm. De lehet, hogy ez jobban el tud rajta. Meg egyébként ne felejtsük el, hogy a kapácénál is ugye az van, hogy ilyen cserélhető szkinezés vagy. Igen, itt viszont már ez nem oldható meg. Az antennák a, a lehet, 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 lehet látni az fcc megjelent fényképeken, hogy az antenna az lényegében a külső házra van rögzítve, tehát ha azt az ember csak úgy megpróbálja levenni, akkor elképzelhető, hogy a mínusz hmm. 5 és 5,5 db 5, 5, 5 <laughs> <laughs> Marad az UFL lesz. port nyeresége. Jó, van-e bármi még, amit, én, amit megemlítenénk erről az ap ről várjuk nagyon. Nagyon tíktal. várjuk, és hát ki kell próbálni, hogy ez valóban mit jelent ez az 5,5-es maximális nyereség, és mit jelent az, hogy kicsit szellősebben tudták elrendezni az antennákat. Azért azt lehet, lehet, érezni, hogy a kapácében nagyon-nagyon össze volt tömörítve, nagyon-nagyon össze volt csomagolva minden egy pici helyre. Itt azért ez, ez, ez jobb. Igen, és árban meg valószínűleg ebből adódóan, hogy egyébként meg egy komolyabb műszaki fejlesztés nem történt, várhatóan egy ilyen nem is tudom, 10-20 dollárba ki fog merülni valószínűleg a különbség a kapácé és a kapácé x között, de ezt majd meglátjuk. Ez a logisztikai extra költség. Igen, kevesebbet de... tudnak ugyanakkor a térben szállítani. Pontosan. Meg némi lett műanyag, ne felejtsük el a műanyagok ára is, amely módon emelkedett az utóbbi időben. Jó, ennyi volt ez az adás uh, erre a hétre. Hamarosan visszatérünk, és más újdonságokat és uh, engedélyeztetés alatt álló eszközöket fogunk boncolgatni. Battal. Ha tetszett a tartalom, ne felejtkezzetek el feliratkozni, valamint nyomjatok csengőgombot is, hogy értesülhessetek legújabb tartalmainkról. Sziasztok! Sziasztok!